Az idén előbb jöttek meg a gólyák, mint a hírüket jelző mocsári gólya hírvirágzása. Elég volt néhány napsütéses meleg nap, és a nedves réteken, mocsarak partján nagy területet borítottak el a mocsári gólyahír feltűnő sárga virágai április közepén. A 40-50 cm-esre is megnövő, szapora virágzatú vízinövény a Kiskunságban is sokfelé elterjedt, és a méhek egyik kora tavaszi legelője. Gyakorisága miatt nem áll védelem alatt, de leszedni, gyűjteni nem érdemes, mivel nagyon rövid idő alatt elfonnyad. A mocsári gólyahír enyhén mérgező, népies nevén ezért is nevezik libadöglesztőnek. Megjelenése élőhelyének víztisztaságát is jelzi, mivel a legcsekélyebb szennyeződés hatására kipusztul.